Megnyílt Polgár Csaba Ferenczy díjas képző és iparművész emlékkiállítása a Pesti Vigadóban. A hatalmas életműből készült válogatás a művész festményeit állítja előtérbe. A magyar iparművészetnek ikonikus alakja volt. Bár textilművészként végzett, a tudástartománya sokkal szélesebb volt annál. Azok közé tartozott, akiket még annak idején, több évtizeddel ezelőtt a Magyar Iparművészeti Főiskolán a művészet minden szegmensére megtanítottak. Tehát kitűnően rajzolt, mintázott, tervezett a műszaki rajztól a grafikai tervekig, aztán kitűnően festett is. Mesterségi tekintve, ha szabad így fogalmaznom, iparművész volt. Eredeti szakmája a textilfestés. Együtt jártunk gimnáziumban, ő alattam járt 2 évvel. Együtt tanítottunk az Iparművészeti Egyetemen. Ez egy nagyon közeli barátság volt. Minden mozzanatát ismertem a munkásságának, mivel nem is tudtam volna kikerülni, hiszen állandóan hívott, mutatta, hogy mit csinál. Az ő elképzelése az volt, hogy a textil festés, mint olyan, közel áll a képzőművészeti műfajokhoz. Azzal a megkötéssel, hogy a textilre ezt mintára kell fordítani, mert ugye mintákat lehet nyomni. A képei gyönyörűek, kitűnőek, megkomponáltak, gondolati tartalommal rendelkeznek. Nem valami üres divatnak felelt meg, vagy valami olyan láznak, ami Európát évenként, fél évenként elkapja, hanem hogy önálló mondani valója van a magyar képzőművészetnek is, de hát a világ képzőművészeti különösen hihetetlen mennyiségű bluff kategóriája van. Gyakorlatilag akármit föl lehet kenni egy vászonra, akármivel, akárhogyan. Most ez Csabára nem jellemző. Arra gondolt valószínűleg, hogy ne legyenek műfaji megkötések, a kifejezés, amit kíván, az jelenjék meg, ő megtalálja az anyaghoz az adott kifejezési formát. Itt látunk olyan képeket, amelyek technikailag valóban a festészet kategóriájába tartoznak, de látunk itt olyan műveket is, amelyek valami egészen mást jelentenek, például a fakításai, ahogy itt bejövünk a terembe, amelyek optikai jellegű művek, vagy ott vannak a földörzsölései itt, ahhoz képest, amit mi csináltunk annak idején az iskolában a ceruzának a hátsó felével, természetesen a méret megváltoztatja ennek a jelentőségét. A színeivel csak nem mindig utal rá, hogy ő ezt az egészet voltak éppen egy ökológiai környezetbe képzeli el, csinált is ilyen jellegű kísérleteket, fákat festett meg, amiket aztán visszahelyezett a természetbe, hogy fogadja a természet azt, amit ő kivett és átalakított. Azon kevés idős művészek közé tartozott, akivel rögtön barátságot tudtam kötni. Zsenyébe találkoztunk egyébként, ahova mind a ketten kötöttünk. Ott áll Zsenyén a Rába és a Sorok patak torkolatánál az 1000 éves tölgy. És néhány évvel ezelőtt egy nagy viharban ketté tört.
körbetekerte az 1000 éves tölgyet hatalmas nagy leplekkel, vagy egy nagy lepellel, és egy mintát vett róla erről a nagy törött fáról. És ugyanúgy, ahogy a torinói leplen Jézus látható, ugyanígy ezen a leplen egy hatalmas nagy 1000 éves tölgyfának a mintája látható, amelyben egy kicsit benne van a mi 1000 éves múltunk is. A klímánk, a levegőnk, a moha, a történelem, a szenvedés és minden egyéb. Ő abban is különleges volt, hogy ő a saját életművének a létrehozásával tudta bizonyítani, hogy a művészet minden szegmense között létezik összefüggés. Kimaradhatatlan abból a képzőművészeti kánonból is, nem csak az ipőművészeti kánonból is, amivel ő hozzátartozott ehhez a dologhoz. Annak különösen örülök, hogy bár ugye a halál mindenki számára tragikus, bármilyen korba ér is meg, valamilyen módon nekem az életmű befejezetnek tekinthető, és majdnem azt mondanám, hogyha Csaba bár élt volna tovább, ha tovább élt volna, nem biztos, hogy ennél a periódusnál megragadt volna, mert elképzelésem szerint az agyába, a szellemébe ennek a tovább folytatása, ugye felülliberelése is megtörtént már, de hát az Úristenre tartozik, hogy ezt mikor kéri el tőle. Bolgár Csaba emlékkiállítása január 13-áig látogatható a Vigadó Galéria alsó szintjén.